Na, visszatérve, és akkor így átkerültem az értékesítésre, és akkor kerültem be az oktatáshoz is, hiszen a terméket, akkor az életbiztosítási terméket az értékesítési szempontból, a technikai háttérből én tudtam legjobban, hiszen a matematika, kockázat elbírálás és a kötvényesítés, ezen én eltöltöttem mondjuk 6-7 évet, tehát ott nem volt olyan kérdés, amit nem tudtam volna. És akkor meghívtak egy előadóként, időnként, és a végén pedig az egész értékesítési hálózat oktatását rám bízták. Attól kezdve lettem én praktikusan ennek az üzletágnak a cégvezetője, és közben pedig az osztrák NABIZ-ba, amit Versicherungsverbandnak hívunk, biztosítási szövetség ugyanúgy, mint itt, ott pedig az oktatásért felelős tagozatnak lettem először tagja, és később pedig hát úgy az igazgatóságába bekerültem. Tehát a FEBAND a szövetségünk. És ami még nagyon jellemző volt, ami engem is nagyon geprégt, hogy mondjam, formált az itteni életemben is, hogy kb. 60%-a a munkatársaknak ez volt az első munkahelye, és több mint 50%-a már legalább 20 éve ott dolgozott. Ja? Tehát egy nagyon stabil gárda volt, és nagyon sokan tanulóként kezdték. Mert amit én itt Magyarországon nagyon hiányolok, úgyhogy most már nem aktívan, de hogy van kőműves tanuló, van vízvezeték tanuló, van XY tanuló, de nincs biztosítási szakmai tanuló. Mert nem csak akadémikusok kellenek, nem csak egyetemi végzettségűek kellenek egy biztosítási szakmába, hanem elsősorban emberek, teljesen mindegy, hogy milyen végzettsége van. Ja? Ember, akinek helyén van a szíve, és tud az emberekkel kommunikálni. Rendszerváltás, és persze a szakma tudtam, mert hiszen akkor már szakmabeliek a szövetségen keresztül minden, tudták, hogy én vagyok az ANKER-nál, meg úgy az ember ismerte egymást. Ja? Mi mondanám azt, hogy annak idején a biztosítók relatív fél versenytársak voltak. Ja? És ez a versenytársi kapcsolat, ez úgy részben baráti alapon is működött. És nagyon sok fórumon az ember találkozott minden, és akkor tudták, hogy én tudok magyarul. Nem volt nehéz megtudniuk. Ja. És akkor megkeresett a Wiener Allianz, a nagy német Allianznak a leányvállalata, de csak 50%-os tulajdonosa volt a Wiener Allianzban, másik 50 a Generali volt, hogy az akkori vezérigazgató, hogy alapítsunk egy céget Magyarországon, alapítani akarnának, és hogy vállalnám-e, hogy lemennék Magyarországra céget alapítani. Én hát persze, aki már akkor 18 éve a biztosítási szakmában volt, ami szerintem ma is érvényes, csak kevesen beszélnek erről, egyik legszebb szakmák közé tartozik. És alapfilozófiám, lehet, hogy ma többször ezt mondom még, a mindegyik biztosító cég kiinduló pontja az, hogy tisztességes és rendes. Amiért az egyik cég jobb vagy rosszabb, az nem a biztosítás alapelvei miatt, hanem a menedzsment miatt. Körülmények mennyire játszanak ebben szerepet? Tehát most konkrétan gondolok itt arra, hogy nem tudom, hogy milyennek tűnt Ausztriából nézve a rendszerváltás, meg ez az egész átmenetiség, hogy és nyilván merész gondolat is biztosítási céget alapítani, hogy az ön személyes perspektívájából hogyan nézett ki ez az egész? Egyikünknek se volt fogalma, hogy igazából hogy kell csinálni, hanem csak tapasztalatunk és tudásunk volt, hogy mi eddig mit csináltunk, és hogy csinálnánk másképpen. Ja? És akkor így indultam el praktikusan vissza Magyarország felé 89-ben, úgyhogy minden hét elején vízumot kellett kérnem, akkori szereplők a háttérben. Dr. Baumgartner, az akkori vezérigazgató, egy vizionális ember volt az Allianztól, az volt az egyik alapító, másik a Princ Gábor, és azon keresztül a posta. Tehát, és ez a három személy, a Magyar Posta, a Postabank és a Wiener Allianz, ők voltak a tulajdonosai a Providenciának. Ja? Két kollégám volt még, akit kaptunk. Egyik az ugyancsak egy osztrák kolléga volt, ő területi igazgató volt Steyerországban, és őt egy mérnök ember volt, ő meg a mérnöki specifikációval a vagyonbiztosítási részre, meg a számviteli résznek egy kisebb részét, és akkor kaptunk ajándékban még egy kollégát, a Posta Bank delegálta nekünk dr. Gergel Károlyt, aki később a Fundamentálnak lett a vezérigazgatója. Mert egyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy valószínűleg, én ezt csak feltételesen mondom, az összes akkoriban alakuló biztosítók tulajdonosai elsőnek itt Magyarországon alapítottak biztosítót. Ja? Mert Magyarországnak annak idején nagyon jó híre volt Nyugat-Európában. Egyrészt társadalmilag nagyon jó híre volt, hogy egy szabadabb ország az összes szocialista országok közül, másrészt a természete magyaroknak, és harmadrészt a politikai elit Magyarországon, inkluzíve Kádár, ja? az úgy elfogadott volt. Ja? Az életbiztosítás, egyrészt a szakmának, én nekem a hitvallásom az, hogy az egyik legszebb szakmák közé tartozik, mert az emberek életével foglalkozik. Ja? Az, hogy veszünk egy 7 személyes autót, most állami kölcsönnel, ja? Az sokkal fontosabb, hogy a felnik vagy gumi milyen, hogy nézzen ki, ja? És kiadok érte egy kaszkobiztosításért, ha beletetszik gondolni, több 100 000 forintot egy évben, és a saját gyerekemért nem vagyok hajlandó kaszkobiztosítást idézőjelbe kötni, mit tudom én, havi 5 vagy 10 000 forintért. Nekem ez volt annak idején a fő problémám, hogy a csodában van az. A jelenlegi életbiztosításoknak nagy része ma arról szól, hogy nyereséges legyen és hogy hozamot hozzon. Én kérdezem én, hogy mit érek el vele, ha közben megrokkanok, és nincs tovább, hogy hogy fizessem tovább, ja? Vagy ha egy halálesetben történik. Ja? Annyi hozamot hozzam, ennyit kicsit befizettem, saját pénzemet kamaszoltad. De az alapcél, hogy az első naptól kezdve, ha valami történik, teljes fedezetet nyújtson a családnak, nincs kielégítve. A társadalomnak kell egy hosszú távú célja lenni, amit a politikának követnie kell. A életbiztosítás, ahogy mondtam, és ahogy életem is kezdődött, matematikán alapul. Tehát a mai kormánynak pontosan tudhatja, nagyjából tudja is, hogy 2035-ben hány 65 éves hölgy és úr lesz. Neki az lenne ma a feladata, a szőlőpöket úgy leverni, hogy arra építessen ez a generáció. Kicsit még térjünk vissza a Providenciára. Meséljen pár szót a vezetőgárdáról, annak a változásairól, illetve az ön karrierjéről a cégen belül, és hogy mi volt, milyen tisztségeket töltött be. Mint említettem, a Providenciánál a két kollégámmal közösen indítottuk el ezt a céget, úgyhogy a Gergely úr az adminisztratív hátterét, az engedélyeztetést és a kapcsolati tőkét ápolta. Meyer René úr volt az, aki a technikát és a kommunikációt az anyacégünkkel Bécsben elsősorban intenziválta. Én személy szerint pedig az egész értékesítés, a személyzet és az életbiztosítási üzletágért voltam felelős. 1992 nyarán megkerestek a Signal Iduna, akkor Signal Biztosító volt. Jó, hát akkor térjünk át a Signalra, már többször szóba került, hogy hogyan került át a Signalhoz, és kik voltak ott a fontos emberek, önnek mi volt a kezdetben a szerepe, aztán ez hogyan alakult? A Signal Biztosítón Németországban az a kézművesek biztosítója. 1800-as évek végétől alakult ilyen kézműves kasszák összevonásával, fúziójával alakult ki ez a Signal Biztosító, és praktikusan Középnémet, az a Dél- és Közép-Németország területén a kézművesek, az iparosoknak ez volt úgynevezett házi biztosítója. Azok a Signal Biztosító ügyfelei, de olyan formában ügyfelei, hogy egyben tulajdonosai is, egy kis részben, mert ők nem egy részvénytársaság, hanem egy szövetkezeti forma. Kik voltak ott ebben a kezdeti időszakban, a vezetésben? A Signalnál, bocsánat, én az előbb még a Providenciát mondtam. Visszakanyarodott. Igen, bocsánat, előzés. Jó, persze, jó, hogy a világos. A Signalnál úgy indult a dolog, hogy a szignálosok Dortmundban megnézték, hogy melyik társaság fejlődik a leggyorsabban az újak közül. És akkor mi voltunk a providenciások. És akkor azt mondták, hogy mitől fejlődik, és megnézték a számokat, látták, hogy az értékesítés növekedéséből. És erre kiadták annak kollégának az utasítást, akkor keressen meg engem, próbáljon meg rábeszélni, hogy alapítsak nekik egy társaságot, és annak a vezetését vegyem át. És akkor így jött össze, hogy augusztusban itt akkor találkoztunk, Gundelba ott egy ebédáltunk, átbeszéltük. Én nyitott voltam, de nem azért, hogy elégedetlen voltam a Providenciánál, hanem egyszerűen egy újabb kihívás volt, és akkor jöttek be a kézművesek, hogy talán itt több sikerünk lesz, mint a postánál. Ja? És akkor így ide-oda beszélgettünk, és akkor október 4-én összeültünk hármasba, három vezetés, és mondtam, hogy ne haragudjatok, de van egy ilyen lehetőség, és megegyeztünk azzal, hogy akkor én hazamegyek ebéd után, és vége a dolognak. Ja? És akkor 5-én kezdtem a Signalnál. És akkor ott, tehát így került át, és kikkel ment az a tárgyalás? A német kollégával, aki Schönberg úrral, aki kezdte, és mi voltunk ketten, és akkor kerestünk egy harmadikat, hozzá, és akkor az akkora felügyeleten dolgozó Halmosnét kértük meg. Ő a helyettese volt a biztosítási felügyeletnél, és őt kértük meg, és akkor ő lett a harmadik tagja az igazgatóságnak, ami egy magyar, mondanám közben, hogy magyar szokás, hogy engem meglepett és nagyon megtisztelt, körülbelül 100 ember akart velem jönni. És a Signal, ha jól tudom, abban is nagyon sikeres volt, első helyen volt Európában egy bizonyos időszakban, ezt valahonnan szedem, ezt az adatot. Ez hogyan, tehát ez a kétféle értékesítés hogyan viszonyult egymáshoz, és hogy önnek meg mi a, érzem, hogy nagyon nosztalgikus, ugye, vagy tehát nem vesztette el a hitét a személyességben, hogy ez, hogy erről tudná beszélni? Kényszer. A online kötések kényszer oldalról. Ez lenne az egyik. A másik az, hogy itt a sikeresség csak egy bizonyos rövid ideig voltunk igazából. Ma is funkcionál mindenhol, de én közép és hosszú távon ezt láttam például az autóbiztosításnál, ott oké, mert ott tárgy, és az relatív jó bekorlátozható. Lakásbiztosításnál már kicsit kritikus, és én a biztosítást a mai napig is személyes ügynek tartom. Tehát az online soha nem fogja nekem mutatni az arcát az ügyfélnek, hogy igazában szereti a gyerekét, vagy nem. Vagy ül a gépet, hagyjam már nyugodtan, mert hadd üssem már be, vagy odaülteti, nézd, a papa most rólad gondoskodik. Ja? Tehát én abban a generációban vagyok, ami komputert arra jó, hogyha valamit kell olvasni. Tehát én rossz alany vagyok ebben az ügyben, és ezt a cég is kicsit megsínlette, de nem negatív értelemben, hogy nagyon nem forszíroztam ezt a dolgot, mert továbbá is abban hiszek, hogy az, aki ott van a közelében személy, az többet tud róla, mint minden online-ja. Mert azt írok bele, amit akarok. Abszolút, ja. Igen, azért, mert ha egy másik értékesítési hálózat, egy új terméket, ami valami okfáv, mi nem kezdtünk el, vagy nem ismertünk, vagy valami, akkor nekünk erre alkalmazkodni kell. Ha kihoznak egy új modellt, és én még mindig a régi modellel próbálom eladni, az nem fog sikeres lenni. Tehát nekünk az igazi versenytárs az értékesítési vonal lenne. És ezen belül pedig én továbbra is, és megint egy kicsit az osztrák vagy a német modellt tekintem, meg a svájci modellt tekintem alapvetőnek, hogy itt lehet innovatív lenni online-tól kezdve, vagy vihet minden munkatárs egy laptopot magával, minden, semmit nem ér, ha az emberileg a szinkron nem stimmel. Ja? Ezek a technikai fejlesztések, egy laptop vagy egy kis nyomtató, arra jó, hogy azonnal ki tudok valamit mutatni vagy nyomtatni, de az érzelmei ebben sehol nincsenek. És a biztosításra mai napig is azt mondom, érzelmi üzletág, és az az értékesítőse, aki a környezetében ezt a hangulatot meg tudja teremteni, és konszolidálni tudja ezt a társadalmi bizonytalanságot, a haragot, jogos harag vagy jogtalan haragot, ezt a runtharom, ami van, ha ő ezt uralni tudja életében, ha elkezd 20 évesen dolgozni, 90 éves korában még mindig jutalékot kap, mert gyönyörűen meg tud élni belőle. Apa fölépít egy állományt 4-5 ezer ügyféllel, a fia átveszi, úgy tanul, lehet egyetemist is, mert úgy tanul, modernizálják, átveszi. Ez egy érték. Tehát minden egyes ügyfél kapcsolat, az kinyilvánul itt sajnálatos módon jutalékban. Ja, és tehát ezek szerint ezek az emberi értékek, meg ami így a szakma hitelét adja, ön szerint, hogy ez megnyilvánul a profitban is? Meg, természetesen, abszolút. Tehát abszolút. A versenytársak, vagy a versenyben abszolút. Is ez egyértelműen abszolút. Megmutatkozik. Abszolút. Nekünk minden egyes, vagyis nekem ez a filozófia, minden egyes elvesztett ügyfél nagyobb fájdalom, mint egy új nyert ügyfélje. Két oknál fogva. Egyik mottónk volt, még én aktív voltam, hurrá, van egy kárunk. A károsok az elején nem értették, akkor kapsz pénzt. De ha te gyújtod fel, nem kapsz pénzt. Tehát mondom, ilyen kis apróságok vannak, de valójában a biztosítási termékeket, ha most ide kitennénk, és ezzel a rossz szóval mondom, lemeztelenítenénk, akkor mind ugyanaz. Tehát akkor nincsen valami olyan pregnáns sajátossága a magyar társadalomnak, ami miatt egészen át kéne alakítani bizonyos termékeket. Nem, nem. Az, hogy mondom, itt a kárhányad és a statisztikák alapján kell figyelembe venni, de... És hát majdnem 20 évet, vagy talán 20 évet töltött a cégnél. Ez alatt az idő alatt milyen lényeges, hát most ugye sorolhatnánk, hogy milyen politikai, gazdasági változások történtek, és milyen társadalmi változások kísérték ezeket, és még emellett a biztosítási, tehát a biztosítási környezet szabályozásában beállt változások. Most egy kicsit így egyszerre kérdezem, mert már fogy az időnk, hogy össze tudnál foglalni a lényeges változásokat ebben a 20 évben. Szívesen. Az egyik az, hogy Magyarországon kialakult egy nagyon erős biztosítási broker ágazat, amit alapjában üdvözölni kellene és lehet, csak az a baj, hogy ez az ágazat nagyon erősen a piramis játékszerűséghez hasonlítható volt, és még részben van is. Ja? Ami megint az egész biztosítási szakmának két szempontból ártott. Az egyik az, hogy ezek, akik ebbe a piaci szegmensbe, az a broker szegmensbe szerepet vállaltak, ezeket nagyon jól belelkesítették, nagyon jól motiválták kicsit tovább, és mikor már nehezebb lett a piac, ezek lezuhantak. Tehát csalódtak abba, amit ígértek. Tehát ezek az emberek elvesztek alapvetően a biztosítási szakmára, ahol nekünk meg emberekre lenne szükségünk. Ja? Tehát ez nincs rendben. Tehát én szerintem ma 25-30 ezer olyan ügynök, aki korábban ügynök volt, az többet a biztosítóról nem akar hallani. Ja? Se ügyfél, se dolgozni nem akar. A másik, hogy ezek a broker cégek ezen az erős motiváción keresztül a rokoni kört, a családi kört, az ismeretségi kört biztosították, olyan motivációkkal, amilyen nem mindig etikus, de és ezeket az ügyfeleket, mikor ők kiszálltak, mert egyszerűen ott hagyták a sivatagba. Úgy, hogy majdnem mindegyik veszteséges lett, visszavásárlás, vagy átment más céghez, elveszítette, amit ott befizetett. És ez volt a második csalódás, hogy ezek az ügyfelek ma rábeszélni, hogy még egyszer kössenek, nagyon nehéz, és nincs értelme. Csalódottak ők is. Tehát a szakma, mint olyan, felelősséget kell, hogy vállaljunk, hogy nagyon sok embert csalódást okoztunk. Nem direkt, hanem indirekt. De mi hagytuk a brokernek, hogy hozzon üzletet. Mert ha én nem engedtem volna meg a brokernek, hogy hozzon üzletet, akkor ez a csalódások nem nálam csapódtak volna, vagy nem a szakmába. Tehát itt, de ez egy kicsit európai tendencia is, de úgy gondolom, hogy kicsit túl van ez az egész dolog, bürokratizálva. Ja? A Mabisznak is elnöke volt két időszakban is, a 2000-es években, és beszéljen, legyen szíves arról, hogy milyen célok, elképzelések vezérelték ott elnökként, milyen ügyek merültek fel, és ugye az is volt, hogy amikor oda került, akkor azt várták öntől, hogy a kisebb biztosítóknak az érdekeit fogja majd képviselni. Nem tudom, hogy ez aztán hogyan alakult. Megvártam az ön kérdését, mert a válaszom az lett volna, hogy nekem ott volt sikertelenségem is, és pedig abban, hogy én megpróbáltam tényleg a kisebb biztosítókat, mert én sem magamat, mi mindig ugye 10 körül voltunk, 10. körül voltunk. Ja? Egyrészt az alapításból kiinduló későbbi időpont, másrészt a piaci helyzet miatt. Ja? És én úgy gondolom, én voltam a reprezentáns kifelé, a kisebbek felé. Semmit nem tudtam elérni, mert a nagyok udvariasan egyetértettek, de blokkolták. Ja? Tehát az ő érdekeik a háttérben erősebbek voltak. Ez volt az egyik. A másik, a kisebbek, meg ezt azért egy-kettőt azt is el kell mondani, úgy képzelték el, hogy képviselem, hogy őket képviselem, de nekem ne legyen abból erőnyöm. Ja? De az nem megy. Mert ami a jó a nagynak, az nem biztos, hogy nekünk is. Tudna említeni néhány ilyen kardinális kérdést, ügyet, ahol amik vízválasztóként szerepeltek? Például gépjármű biztosításnál ott volt az első ilyen kicsit erősebb konfliktusunk. Nem konfliktus, hanem egyetértés. Másrészt, hogy az életbiztosítások érdekérvényesítését szerettük volna jobban forszírozni, és ott a nagyok meg azt mondták, hát most nem, mert hát a miniszterrel beszéltünk, ez most nem alkalmas. És ami még ilyen, mi szerettünk volna társadalompolitikailag egy nagyobb, nyilvánosabb kampányt csinálni a nyugdíjbiztosításra, és ez is az volt, hogy a 2-3 nagynak nem volt ez érdeke, olyan szinten, ja. És ott, ahol tényleg vitatkoztunk elég sokat. Egyébként általában nagyobb biztosító társaságoktól került ki elnök, vagy ez rotálva volt, tehát ugyanolyan eséllyel? Na, ez van egy elnökség. Az elnökséget a közgyűlés választ egy 7-8, azt hiszem most 8 tagú elnökséget. És az elnökségben úgy, hogy az 8 tagú elnökségben az első, azt hiszem, 5-öt, az automatikus az elsőt a piac szereplője. Ja? És a fennmaradó 3, az összes többiből, a 30-ból lesz választva. És akkor ez az elnökség képviseli a biztosítási szakmát, és az elnökségen belül van egy bizonyos rotáció, nem kényszerből, de van, és az elnökség választ elnököt. Ja? Ami egyrészt megtisztelő feladat, hiszen az ember képviseli a szakmát. Érdekes módon a Mabisz elnökeként Ausztriában, Németországban nagyobb elismerésem volt, mint Magyarországon. Ezt is meg akartam kérdezni, mi volt a különbség. Ez így van, mert ott ez mást jelent, ja. Ja. István, szimpatikus vagy, rendben van, oké, jó, de majd mi elintézzük valahogy máshogy. Ja. Szóval a lobbizás is gondolom, hogy egészen másképp más volt itt, meg ott, hogy itt főleg informális csatornákon úgy tűnik. Igen, korrekt. És szinte kizárólag azt is lehet mondani, vagy azért hát lehet? Hát próbálunk, annak idején a Trunkor több ilyen beadványt nyújtott be, de mint a homokba úgy elsüllyedtek el. Tehát egyszerűen nem hatékony az nem a volt formája. Hatékony. Értem. És miért köszönt le, vagy nem leköszönt, hanem lejárt a megbizatás? Hát lejár a 3 év után, lejárt a mandátum. Utána még egyszer választottak, igen. Tehát így ilyen értelemben van és meg nincs is rotáció. De másodszorra viszont 1 évig volt csak. Igen, mert ott az, aki kinéztünk, az nem akarta, és akkor úgy megkértek, hogy igen, csináljam még tovább. Ja. És a Signalnál hányig volt akkor? 13? Nem. 18 évig voltam. 18 évig voltam a Signalnál. Mesélj el, legyen szó, vagy mondja el, hogy mit tartott különösen izgalmasnak a szakmában, hogy milyennek ismerte meg önmagát a szakmában, akit milyen típusú kihívások érdekelnek elsősorban. Visszatérek erre a szlogánra, továbbra is azt tartom, hogy a biztosítási szakma egyik legszebb szakmák egyike, és aki ezt teljes szívvel csinálja, az élete végéig tisztességesen és jól meg tud ebből élni, szolidan. Biztosítás, majdnem azt mondom, 3000 év óta mindig volt, mindig lesz, még 3000 év múlva is. Ja, tehát